Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet a Bibliából, de van egy képes lap üzenet is, amit ma délelőtt kaptam. Ez úgy történik, ha becsukom a szememet, az utóbbi időben megjelenik egy kép előttem, ez olyan, mint egy képes lap. A mai képen volt egy szoba. De ez a szoba sötét volt, nem lehetett látni a bútorokat. A szoba közepén viszont volt egy asztal. És az asztalon egy irat, és az iraton egy pohár víz, tiszta víz. Én úgy értelmeztem ezt a képet, hogy bizonyos iratokat át kell vizsgálni, azon kívül lesz egy üzenet, ahol tisztázódik valami, látható lesz valami. Akkor is, ha körülöttünk, mint a képen, ebben a szobában még olyan sötétség volt, és nem látjuk a dolgokat, mert nem látjuk a bútorokat, itt rendeződnek bizonyos dolgok, és ez láthatóvá tesz valamit. Hogy értelmezed te ezt a képes lapot, leírhatod a kommentárba. És most kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Valamit magad mögött hagysz. Lezársz valamit, lesz egy új irány, lesznek feladatok, cselekvések. Az élet utadon lesznek most változások, előre mennek az események. Valaki közeledik hozzád, és szeretne tisztázni veled valamit. Ügyelj most az anyagiakra, ne legyen sok kiadás, nehogy adósság legyen. Ha a következő időben ügyelsz az anyagiakra, és nem adsz túl sok pénzt ki, hanem figyelsz ezekre a dolgokra, és spórolsz, akkor a későbbiekben majd hálás leszel ezért. Légy most inkább visszahúzódó, és nem kell senkinek magyarázkodnod.
Valamit megszépítesz az otthonodban. Az otthonod most nagyon fontos, és ott fogsz munkálkodni. És ez volt az aktuális üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!